A karatékák visszatérő vendégnek számítanak a Balatonparton, hiszen a tavalyi esztendőt követően ismét ide szervezte a nyári tábort Ken Robert. A Balaton akaratján kialakított bázis minden szempontból megfelelt a sportolóknak, amint egy 70 harcos így minőségi munkát végezhetett az egy hét során. A napi 3 tréningen a technikai képzés kapta a főszerepet. A küzdelmi részt általában a dojokba, az edzőtermekbe mindenki előtérbe tolja, mert ugye valamilyen szinten azért itt a versenysport jellege, ami inkább kidomborodik jelen pillanatban a karatének. Ezen a szinten nem annyira a harcművészeti jelleg dominál. Tehát amit mondtam, ugye a küzdősport jelleg az megvan mindenhol a dojokba. Most inkább elmélyedtünk kicsit a formagyakorlatok világába, illetve technikákat súlykoltuk több százas ismétlésszámba, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó sikerült mindenkinek felkészülnie a végére. Ken Robert az idei évben is meghívott egy külföldi mestert a táborba. Sihályan Vlezenbeek Hollandiából érkezett a Balatonra, és tartott nagyon értékes foglalkozásokat a magyar harcosoknak. A tábor ezúttal is övvizsgával zárult. A fiatalabbak a színesebb övekért szállhattak harcba, míg a felnőttek között 3 dan fokozatot is léptek. Most név szerint ugye az országos szint miatt nem említenék mindenkit, de bajaiak tekintetében lett egy új második danosunk, Szerény Csenge személyébe, és 2 új szenszeink, Vince László és Hein Zoltán személyébe. Úgy gondolom, hogy az eddigi pályafutásuknak, főleg akik harmadik dalra vizsgáztak, azért ez egy megkoronázása, tehát azért egy szenszei szintre fellépni, még ha ugyan most csak ízlelgetik is a dolgot, azért ez egy merőben új aspektusa a karatének. Az edzőtáborok után pedig a bajai harcosok hamarosan már versenyeken bizonyíthatnak. Szeptemberben Szerbiában és Lengyelországban küzdenek Ken Robert tanítványai.